Köszöntöm szeretettel a testvéreket húsvét ünnepe után első vasárnapon, Quasimodo Keneti vasárnapján. Krisztus feltámadt megigazulásunkért, ez a húsvéti ünnepkörnek a vezérfonala, s ma az új élet teremtőjére figyelünk. Arra a Krisztusra, aki nem csak feltámadt, hanem a feltámadás hitét is megerősíti bennünk. Most hallgassuk meg a gyülekezet hirdetéseit. Köszöntöm a kedves testvéreket! Ma szorvány offertóriumban. Ezzel az adománnyal segíthetjük a kis gyülekezeteket. Gondoljuk azokra a közösségekre, akik most segítségre szorulnak. Elhunyt Mester Attiláné született Farkas Irén hidasi lakos 51 éves korában. Temetése Hidason hétfőn 15 órától lesz családi körben. Elhunyt Toraú Jánosné született Lenning Margit, volt hidasi lakos 96 éves korában Németországban. Temetése későbbi időpontban lesz, Berettenben. Elhunyt Kréling Henriknél született Müller Anna Mária, bonyhádi lakos 78 éves korában. Temetése későbbi időpontban lesz. 1965. április 19-én, 55 évvel ezelőtt Hidason konfirmált 7 fiatal, akik ma is mindannyian élnek. Imádságban adunk hálát értük. Isten áldja meg a mai Isten tiszteletünket. A 220-as ének lesz az első énekünk. 220-as éneket énekeljük, azt követően pedig az 5-ös számú liturgiához lapozzunk. Jézus, unk fel!
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség
és az emberekhez jó akarat. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az a Krisztus, aki eljött a víz és vér által, nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amelyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amelyel Isten bizonyságot tesz fiáról. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat,
Jézus erre ismét azt mondta nekik, békesség nektek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványok, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. És boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Most magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön-e ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig az igehirdetésre készülve a 225-ös énekünket énekeljük, így kezdődik, támadj fel új életre már.
Hallgassuk meg azt az ószövetségi szentigét, melyet megírva találunk Zakariás próféta könyvében, a 8. fejezet 6. versétől a 8. versig a következőképpen. Ezt mondja a seregek ura, bár lehetetlennek tartja a megmaradt nép, hogy ez így legyen abban az időben, az én számomra ez mégsem lehetetlen. Így szól a seregek ura. Ezt mondja a seregek ura, íme én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Valósággal és igazán. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mai vasárnapunknak az igazi fókusza, mondani valója nem más, mint hogy feltámadás után, húsvét ünnepe után valami új kezdődik el az ember életében. Az új életre figyelünk, arra az új életre, melynek, ahogy hallottuk a bevezetőben, teremtője maga a feltámadott Úr. 55 évvel ezelőtt Hidason heten álltak meg az oltár előtt, hogy hitükről bizonyságot tegyenek. 5 éve is még együtt voltunk, és így adtunk hálát ezért az alkalomért, és azért, hogy mind a heten egészségben élnek. Mai napon ugyanezt tesszük, bár nem vagyunk együtt, de mégis hálát adunk ő érettük. A konfirmáció mindig egy olyan alkalom, amikor fiatalok valami többet próbálnak meg átélni, mint amit addig talán szülőktől, környezettől kaptak. Megpróbálják kimondani, megpróbálják megfogalmazni azt a hitet, amelyet mégis mindazok sugároztak felé, akik körülvették őket, de amely hitet mégis maga az Isten teremtett bennük. És igen, nagyon sok gyülekezetben nem pünköstkor, hanem pontosan ezen a mai vasárnapon, húsvét utáni első vasárnapon volt hagyományosan a konfirmáció. Ahogyan a bevezető zsoltárunkban is hallottuk, mint a most született csecsemő, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Jelzi ez az ige is azt, hogy itt valami új kezdődik el. Igen, talán még csecsemő korban apró lépéseket teszünk meg a hit útján, de mindenképpen valami új áll előttünk. Zakariás proféta a fogság utáni időszak profétája. Nem azonos azzal a Zakariással, akit Jóás király öletett meg, és akit később aztán maga Jézus is idézett a templom tornácán meggyilkolt profétaként. Az Ószövetség legpontosabban keltezett könyvéről van szó, Zakariás proféta könyvéről. Első proféciája Dárius második évének 8. hónapjában, vagyis körülbelül Krisztus előtt 520. októberében kellett kezdetett. Az utolsó pedig 518. december 7-én hangozhatott el, vagyis mindösszesen egy 2 éves időszakot ölel fel. Ennek a Zakariásnak a proféciájában még nincs utalás a templom elkészültéről, ami a történészek szerint Krisztus előtt 515-ben történhetett meg. Ez azt jelenti, hogy számára már nem is a fogságból való hazatérés, hanem az az új élet a kérdés, az új életnek a megfogalmazása az ő profétai mondani valója, amivel foglalkozik. Számára a legfontosabb téma, hogy a fogságból hazatértek mellé hogyan jönnek haza a világ különböző részeibe szétszórt zsidók. Zakariás proféta arról beszél, hogy azok, akik hazajöttek a fogságból, mindannyian igazából a középgeneráció tagjai voltak. Hiszen azt az hosszú utat, amelyet ők felvállaltak,
Babilon folyóitól hazafelé csak ezek az életerős emberek vállalhatták fel. Sem idősek, sem kisebb gyerekek nem voltak. Mégis az, amit leír az előző versekben Zakariás, egy olyan szép jövőről beszél, ahol idősek vannak kinn az utcán, majd ezek a bizonyos középgenerációban megöregedett emberekről beszél, és ugyanezek mellett, az idősek mellett gyermekektől hangos az utca. Igen, arra az életről beszél, amelyet mindannyian vágyunk. Ebben a mostani helyzetben mi is megéljük azt, hogy bezártságban vagyunk. Nem szétszórtságban, hanem inkább bezártságban. Bizonyos értelemben ez is egyfajta szétszórtság, hiszen a közösség nincs együtt, nem találkozhatunk. Szeretnénk majd újra látni, újra kézen fogni, megölelni egymást. Ilyen remények voltak a tanítványokban is. De számunkra is csak a bezárt ajtó és a lehetetlenség ábrándja volt jelen. Megérinteni a mestert, újra együtt lenni a mesterrel. Ezzel szemben bennük csak a halál szigorú ténye volt egyértelmű. Új élet, feltámadás. Ez az, amit nem lehet ésszel, következtetéssel, filozófiával, vagy bármilyen más emberi képességgel előhozni, felfogni. Csak is a hit képes elfogadni, megélni. A hitet pedig maga, Isten teremti. Azokban, akik keresik őt, azokban, akik át akarják élni az élet győzelmének hatalmát. És pontosan erről a jövőről beszél Zakariás is abban az időben. Arról a jövőről, amikor már minden a helyére kerül. Arról a jövőről, amely az életről fog szólni. Arról az profétai jövőről, amely tulajdonképpen mindannyiunk reménységében, hitében jelen. Ez a közösség, a hívők közössége lesz az az új Jeruzsálem, akik hisznek abban, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Mert hisznek abban, hogy Isten képes újra előhozni azt a szép jövőt, amelyet megígért övéinek. Mert hisznek abban, hogy Isten képes egy olyan világot teremteni, amelyben már nem lesz bűn, nem lesz halál. És mindezt Jézus feltámadása pecsételi meg. Ennek mint egy bizonyítéka az, hogy Jézus megjelenik övéinek. Ennek mint egy záloga az, hogy Jézus odaáll még a hitetlen Tamás elé is. És azt mondja, gyere, érints meg, és ne légy hitetlen, hanem hív. Erre az új életre, a hitnek erre az új jövőjére hív el bennünket ma, a mi Urunk. Igen, Krisztus feltámadt. De mindennek, annak a ténynek, hogy élő Urunk van, a saját életünkben is nem csak meg kell látszódjon, hanem a saját életünket is ez a határtalan öröm, ez a lehetetlenség kell, hogy vezére. Hiszen ha Krisztus feltámadt, az egész emberi élet mássá lesz, mássá lehet. Az én életem is. Adja Isten, hogy ahogyan egykor ifjú konfirmandusok álltak meg ott hidason, mi magunk is újra és újra megerősödjünk. Mi magunk is újra és újra Krisztusban bízzunk, a feltámadott Úrban. És így tegyünk bizonyságot, talán most otthonainkban, családjaink számára, de később aztán közösségben is. Arról a Krisztusról, aki él, aki itt van velünk, és aki ma is ezt a szebb jövőt akarja elénk varázsolni. Amen. Imádkozzunk. Menjen, Atyánk!
Te egyszülött fiadat feltámasztottad a halálból, és általa bennünket is újjáteremtesz. Kérünk, add meg mindazt, amit gyermeki bizalommal kérünk. Urunk, teremts újjá egyházadat, és tedd újjá született gyermekeit élő közösségévé, amely szavaival és cselekedeteivel hitelesen tanúskodik mindenek iránti szeretetedről. Urunk, segíts, hogy ne csak hallgatói legyünk ígédnek, hanem szüntelenül növekedjünk általa a hitben, és többé ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadott. Urunk, segíts, hogy ne éljünk vissza a keresztségben nyert kegyelemmel, hanem erejével naponként küzdjünk bűneink ellen, és lelked segítségével új életben járjunk. Most hálát adunk neked konfirmált testvéreinkért, akik 55 évvel ezelőtt álltak meg hidason az oltár előtt, hogy hitükről bizonságot tegyenek. Áld meg mind a hetüket, erősítsd meg bennük a hitet, és add, hogy mindannyian tőled várják és tőled kérjék azt az új életet, melyet mindannyiunknak ígértél. Urunk, add, hogy Szent Fiad föltámadása reménységet nyújtson a csüggedőknek. Jelenléted örömével töltse el a szenvedőket. Az örök élet bizonyosságával bátorítsa a haldoklókat. Most gondolunk azokra is, akik gyászolnak, akik elveszítették szereteiket. Bennünk is erősítsd meg azt a hitet, hogy egykor majd színed előtt együtt lehetünk örömben, el nem múló békességben. Urunk, add, hogy a húsvét kiáradó öröme keltse életre a testvéri lelkületet a nemzetek között, és járja át az egész teremtett világot. Urunk, légy velünk kegyelmeddel, hogy szándékod szerint használjuk fel időnket a mulandó világban, az örökké valóságban pedig angyalaittal együtt vég nélkül dicsőíthessünk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz örökkön örökké, és akinek tanítása szerint együtt valamennyien még így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyünk Isten áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa tereád az ő arcát, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Befejezésül a 293-as éneket énekeljük. Erős várom Istenet.